Hatalmas lángokkal égett a Tamási fürdő tetőszerkezete hétfőn este. Ez látszik ezen a nézőnktől kapott felvételen. A tűz délután 4 óra körül ütött ki, akkor még fürdőzők is voltak az épületben, nagyjából 50-en. Nekik és az ott dolgozóknak sikerült időben kimenekülniük. Ezen a felvételen pedig az első lángcsóvák látszanak. A 10 éve átadott létesítménynek az emeleti része gyulladt ki. Ez egy szendvics szerkezet volt, belül egy lambéria, középen egy közegyapott szigetelés, valamint felülről pedig egy vékony fémhéjazat bádog fedi, vagy fette gyakorlatilag ezt az épületet. Ez a szigetelés az, ami gyakorlatilag lángra kapott. A tüzet nagyjából 6 óra alatt tudták csak megfékezni, az oltásban közel 500 lánglovag vett részt. A felvételeken az is látszik, hogy daruskocsi is dolgozott a helyszínen. Siófok, Bonyhád, Dombovár hivatásos tűzoltói, Tamásiból az önkormányzati tűzoltók mellett kint voltak még az önkéntes tűzoltóegységek is, a káresetnél, Szekszárdról pedig a Tolna megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az, aki kint volt, és ő az, aki a tűzoltás vezetését irányította. Ezek pedig már kedd reggeli felvételek, még akkor is a helyszínen volt a darus tűzoltóautó. A 2011-ben megnyitott fürdőt Tamási önkormányzata működteti. Az épület be volt biztosítva, de akár így is hatalmas. A tetőszerkezet mintegy 500 négyzetméteren teljesen leégett. A felmérés még napokig eltarthat. Szerencsére az épület szerkezetében, belső részében talán komolyabb károk nem keletkeztek, de kérdés még az, hogy a gépészeti rész mennyire károsodott, ezt most még így nem tudom megmondani. Hogy mi okozta a Tamási termálfürdőben kitört tüzet, azt a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálat deríti majd ki. Az interneten megjelent videók alatt többen már arról írtak, elektromos zárlat előszedte meg a lángok felcsapását.